érdekeiből. Így van, nagyon fontos az, hogy semmi olyat nem vállalt el, amik rohi. Tehát ez sem a rohiról szól, hanem egy alapos felkészülésről, alapos előkészületről, megfelelő felkészültséggel, megfelelő repülőgéppel. Tehát bármilyen események volt, akár egy kínai repülés, vagy kihidalat repülés, vagy legutóbb Görögországban a Korinthosz csatornán végigrepülés, vagy a május 1-i hídról felszállás, ez mind egy olyan mondjuk az a produkció, ami mögött alapos felkészülés áll, és egy megfontolt történet. Minden mellett persze látványos, meg érdekes, különleges, de hangsúlyozni kell, hogy ez kellene megfelelő engedélyek, ami azért nem kevés fejtés az adag első úrnak, de tudjuk, hogy megint ez a sikerrel járt. Azt sajnos egy kell mondja, hogy nem a versenyképpen nem tudok majd repülni, hiszen az utomban, Rovin és Kuala-Lumpur között valahol a tengerrel hánykolódik, hanem nem a magyar gyártmányi korpusz részéről tudok repülni, hanem egy korábbi gépen, ami most repülnál van, de egy kölcsöngéppel fog repülni, ami szintén egy műrepülőgép, egy versenygép, egy német gyártmányú egyszemélyes műrepülőgép. Erre a célra teljesen alkalmas. Én terszerint úgy fog felszállni, hogy a budai oldalról indulva a Pest irányba, hiszen aki ismeri a helyszínt, lehet látni, hogy hegy felé neki vágni nem annyira értelmes dolog. Tehát a budai irányba szállasz el a Pest irányba, majd ezt követi egy 10 percet bemutató, amiben lesz mindenféle egyéni és különböző megyen más figurák is, többek közt már megszokott hidrat repülés is. Az, hogy mikor döntjük el, hogy az éves ideje vagy nem, ezt nyilván az ott abban a pillanatban. Azt már lehet látni előző nap, hogy milyen a meteorológusnak az előrejelzése, akkor már lehet, hogy el fog kalkulálni. Ténylegesen az idő milyen lesz, ez aznap reggel fog eldőlni. Egyébként várhatóan az idő nem lesz rossz, tehát jó idő lesz. Lehet, hogy már késő délután lesznek zivatarok, késő délután, reméljük, hogy minél később. Szerintem még napközben szépen le fog menni az esemény. Úgyhogy ott megvan, le van nekünk írva, hogy milyen szélparaméterek mellett, milyen szembeszél, milyen hátszél, milyen oldalszél mellett lehet ezt végrehajtani. Ezeket betartva döntjük el majd Tarabor Gáborral közösen ott a helyszínen, hogy ez megcsináljuk-e vagy nem. De szerintem igen. Igen, egy dolgot hadd emeljek ki Péter mondandójából, hogy a megszokott híd alatti repülésre utalt. Hát azért néhány évvel ezelőtt az egész világ még lélegzett visszafolytva figyelte, hogy akkor a látszíd alatt te először, aztán a többiek, a versenyzőtársak átrepülnek, és azért nagyon-nagyon komoly és egyébként nehéz mutatvány, amire igenis fel kell készülni. Anélkül, hogy bárkit mutatnánk a műszaki és egyéb paraméterekkel, két számadatot, ha megengedett, hasonlítjuk össze, és kérek egy kis segítséget ebben. Milyen széles az Erzsébet híd, és mekkora a szárnyfesztávolság az extrának, az a repülsz egy extra 300-as? Igen, ez 8 méter széles a fesztália. Tulajdonképpen itt nagyon csalóka, mert látszólag elég sok hely van. De azért érdekes, hogy azért a híd az kemény. Tehát, hogy a csatorna is, a Korinthosz csatorna is látszólag nem volt az olyan túl szűk, bár aki látta a videót, az látta, hogy elég szinte tudta kabinból, de viszont ez nem pályapillomból van, hanem ez kemény. Ugyanakkor itt mondom, az érdekes, hogy nem az, hogy tehát szakmailag egy megfelelő felkészülés, hangsúlyozom, megfelelő felkészültséggel, megfelelő gyakorlattal és megfelelő repülőgéppel, szakmailag ez nem egy túl nagy kihívás. Ez inkább egy érdekes lehetőség, egy érdekes látványos történet, ami tetszeni fog a nézőnek feltehetően. Tehát az Erzsébet híd jóval szélesebb, mint a fesztávon, tehát nem kell attól tartani, hogy bármi ilyen szélrögés is neki lök bármelyik pillérjének, úgyhogy ezt meg tudom ígérni, hogy ilyen nem lesz. És abban pedig egy emberként bízhatunk, hogy a gyors 173-as nem jön éppen szembe vele, amikor... Mondjuk ez viszont... Ha nem az állva, hogy a segítség. Ebben maradunk, köszönjük szépen, akkor mi ott leszünk a kameráinkkal, és elmegyünk, hogy minél többen személyesen is figyelik majd.